Tisztújtó választásra készül az RMDS. Imre Gábor, az Újjelet volt elnöke, és Miklós Zoltán, a múzeum igazgatója már tavaly bejelentették, hogy elnökök lennének. Jakab Áron Csaba, SMVS elnök az utolsó pillanatig gondolkodott, aztán úgy döntött, hogy ő is indul. A jelentkezési határidő lejárta után mindenki nagy meglepetésére kiderült, hogy van még egy jelentkező, Antal Lóránc szenátor. Ketten úgy gondolták, hogy külön-külön nem győzhetnek ellene, ezért Imre Gábor visszalépett Miklós Zoltán javára, így három elnökjelölt maradt. Bíró Barna Botond szerint az elmúlt 30 év legdemokratikusabb tisztújítása előtt állunk, ez azt jelenti, hogy bárki szavazhat, aki elmúlt 18 székelyudvarhelyi lakhelyen rendelkezik, illetve a szavazás napjáig aláírt egy belépési vagy tagságát megerősítő nyilatkozatot. A kérdés az, hogy fognak ezzel élni az udvarhelyiek. Tessék mondani, fogom szavazni az RMDS tisztújító választásán? Tessék? Tessék mondani, fog szavazni az RMDS tisztújító választásán? Nem. Nem követi a politikát? Mert tetszik, hogy miről van szó? Hát én, ha választanak, ugyanezt választanom, amelyik van most. Az elnök maradjon ugyanígy, azt egy kicsit még valahogy tényleg rendett a hazudtája. Jó napot kívánok! Tessék mondani, fog ön szavazni az RMDS tisztújító választásán? Nem tudom még. Ez attól függ, hogy kik jelennek meg a palettán. Mert már van négy jelölt az így. Nem ismerem őket, nem volt időm ezzel foglalkozni, úgyhogy nem vagyok tájékozott. Jó napot kívánok! Tessék mondani, fogom szavazni az RMDS tisztújító választásán? Az RMDS tisztújító választásán? Én nem fogok. Hát elhatároztam, hogy nem, arra nem, biztos, hogy nem. És ennyi. Tisztújító választásán? Tessék? Fog szavazni az RMDS tisztújító választásán? Nem. Miért nem? Nem tudom. Jó, igen. Igen? Igen. És miért látja fontosnak? Hát, ami az RMDS a miénk, a magyaroké, nem? Azért látom fontosnak. Én nem fogok részt venni, és akkor könnyű, ugye, eldönteni, jó? Miért nem? Nem fogok én részt venni. Sok a csalódásom nekem az RMDS-be. Nem fogok szavazni. De tudod, hogy lesz? Igen, tudom, miért persze, tisztával vagyok vele, de nem fogok szavazni. Miért nem? Azt megkérdeztem? Nem. Ez megtartom magamnak a véleményemet. Köszönöm. Hogy részt vegyek? Uh-huh. Hát igen, lehet. De hogy online is lehet? Nem. Miért? De te képben van a történésekkel? Igen. Igen. És miért nem? Azt mondom? Hát nem vagyok tag. De mindenki szavazhat, aki udvarhelyi és 18 évet töltötte. Most könnyítettek a... Most nem fogok. És tudja, hogy kik a jelöltek? Igen. És melyik őket látja? Vagy mit hát tudom, hogy azt titok. Milyen jellemzőkkel kellene, vagy milyen tulajdonságokkal rendelkeznie a következő elnöknek? Hát mindenképpen olyannak, aki nem ígér, hanem betartja a szavát. Uh-huh. Nagyon sokat csalódtam. Konkrét példát? Hát, alkudozások vannak, megalkuvások. Nem szeretem én az ilyen dolgot. Jobb volna derekasan viselkedni, keményen, gerincesen. Nem ide-oda hallani. Na jó.
Hát, ugyannyira nem szokott megmozgatni ez a dolog, az az igazság. Abszolút nem követed a politikát? Nem. Köszönjük. Hát fogunk aztán. Igen. Tudja, hogy kik a jelöltek? Hát még nem, de aztán akkor utána nézünk az előtt egy pár napon. Tehát nem tájékozódok? Még nem, de hallgatom a hírokat.